A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítvány szerzett Alteo támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Fajt Federika vagyok. Én pedig Nagy Iván és üdvözlünk mindenkit az Zékaszt első videós epizódjában. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ennyien velünk tartottatok eddig ebben az évadban, és most lehetőségünk van így kamera elé is ülni. Úgyhogy nézzük is, hogy mivel fogunk ma foglalkozni. Federika, ki jön ma hozzád az interjúra? Vendégem Kalmár Anna lesz, az adnió Alapítvány alapítója, illetve társadalmi vállalkozó, ugyanis az adnióga is egy társadalmi vállalkozás. Így van, ma is olyan témával fogunk foglalkozni, amivel az előző adásban, tehát azzal, hogy egy vállalat hogyan lehet fenntartható, de ennek egy kicsit más oldaláról pár mondatban el tudnánk mondani, hogy az adnióga mivel foglalkozik? Az adni joga fő tevékenysége, hogy olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek, illetve felnőtteknek viszi el a joga jótékony hatásait, akik egyébként máshogy nem jutnának ehhez hozzá, és ez teszi úgy, hogy a másik lába pedig vállalatokkal dolgozik együtt, tehát az abból befolyt bevételekkel támogatják ezeket a jogaórákat, illetve ezeket a hátrányos helyzetű embereket, közösségeket. És gondolom az, hogy ez hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz ebben a klasszikus értelemben, vagy kapcsolódik -e egyáltalán, erről majd az interjúban fogtok részletesen beszélgetni. Mielőtt viszont még megkezdjük a mai eszmecserénket, hadd tekintsek ki a nézőkre még egy pillanatra, ugyanis elindult a tavaszi évad kérdőívünk, a HVG Podcastoknál mindig csinálunk egy ilyen felmérést, hogy meg tudjuk nézni, hogy mit gondoltuk a műsorainkról, és ebből tudjunk építkezni a következő évadra. Ennek a linkje benne lesz a leírásban, hogyha van 5-10 percetek, mind az kapcsolatos kérdésekre, mind bármilyen más műsorunkkal kapcsolatos kérdésekre, amit néztek válaszolni, akkor azért mi nagyon-nagyon hálásak leszünk, meg fogjátok találni a linket a leírásban, és tényleg nagyon szuper lenne, hogyha kapnánk tőletek pár értékes választ. Most azonban vágjunk bele az eheti eszmecserénkbe, mesélj, mit hoztál mai felvezető témának. Ugye említettük, hogy a társadalmi vállalkozásokról fogunk beszélni, és azért úgy gondolom, hogy ez egy elég abstrakt fogalom. Nem csak Magyarországon, egyébként még mindig globálisan is úgy látom ennek a helyzetét. Szóval két olyan konkrét példát hoztam, olyan szervezeteket, cégeket, vállalkozásokat, akik társadalmi vállalkozásként ismertek. Az egyik ilyen az a Grameen Bank, amit Muhammad Yunus közgazdász alapított Bangladesben az 1980-as években, és ez egy mikrofinanszírozási szervezet, az a lényege, hogy nagyon kis mértékű hitelt nagyon rövid távra adnak, főleg nőknek egyébként, hátrányos helyzetben élő nőknek, és kis csoportokban ezek az emberek, akik hitelt kapnak, kis csoportokban egymásért felelősséget vállalnak, és napi szintű a visszafizetés, és egyébként támogatják is oktatással, és fejlesztik, fejlesztésekkel az ő vállalkozásaikat. Tehát ez egy nagyon komplex működési modell, de a lényege az, hogy egy bank, egy, egy, egy pénz intézet, de mégis olyan célra hozták létre, hogy olyan embereket támogassanak, akik létminimum alatt élnek általában. És a te szótáradban ez mitől fenntartható, vagy hogyan kapcsolódik mindazokhoz a témákhoz, amikkel foglalkozunk a műsorban? Hát ez ugye a fenntarthatóságnak inkább a társadalmi dimenzióját segíti, mint például a szegénység enyhítését, illetve az egyenlőtlenségek felszámolását, tehát ez nem feltétlenül környezeti szempontból fenntartható, hanem inkább társadalmi szempontból. Ezzel olyan lehetőséget adunk embereknek, akik egyébként másképp nagy bankoknál nem juthatnának hozzá hitelekhez, kicsi vagy nagy hitelekhez, a vállalkozásuk elindítása céljából, amik egyébként utána hosszú távon számukra bevételt biztosítanak, tehát ez ilyen szempontból, gazdasági szempontból is egy nagyon tudatos és fenntartható működés. Csak hogy akkor tisztázzuk a nézőknek, hallgatóknak, akkor a te definíciódban a társadalmi fenntarthatóság az azt jelenti, hogy van egy rakás környezeti tényező magunk körül, amit ismerünk, ami abból adódott, hogy nem figyeltünk oda rá eléggé, és kialakultak olyan viszonyok, amelyek hosszú távon nem garantálják azt, hogy mi itt működni tudjunk ebben az ökoszisztémában, és társadalmi vetülete ennek az gyakorlatilag ezek szerint azt jelenti, hogy van egy csomó olyan társadalmi jelenség is, egy előtlenségektől elkezdve hozzáférésig, amit úgy tudunk orvosolni, hogyha a saját erőfeszítésénken keresztül kialakítunk egy olyan level playing fieldet, et ahol, ahol már adottak lesznek a körülmények hosszú távon is mindenkinek. Igen, és például erre egy ilyen mikrofinanszírozási szervezet, egy, egy, egy bank, amit egyébként utána ezt a modellt a világ többi tájára is elvitték, és ez egy olyan megoldás, ami nem... Nem ilyen tárgyben, tárgybeli hozzájárulás az emberek életének, életminőségének a javítására, hanem ők eldönthetik, hogy utána mit kezdenek azzal a pénzzel, és kizárólag olyan embereknek adják ezt a pénzt, akik vállalkozást akarnak indítani. De ez Magyarországon még nem elérhető. Sajnos nem. És mi a másik példa, amit hoztál majd Másik egy amerikai vállalat, ezt biztos sokan ismerik, ez a Tom's Shoes, ők elsősorban vászoncipőket gyártanak, és ők egy nagyon egyszerű modellre alapozták a működésüket, ez a one for one, tehát hogyha te vásárolsz bárhol, egyébként Magyarországon is elérhetőek ezek a cipők, vagy webshopon keresztül, akkor ha vásárolsz egy ilyen vászoncipőt, akkor abból az árból ők fedeznek egy hátrányos helyzetű gyermeknek, felnőttnek egy ugyanilyen cipőt. Ez elég banálisan hangozhat, de azért szerintem tudjuk, hogy, hogy sok helyen ez is egy olyan dolog, ami nem mindenkinek adatik meg, tehát ők olyan közösségekkel dolgoznak, akiknek ez is nagyon-nagyon sokat jelent, és azáltal, hogy te vásárolsz, indirekt módon támogatod ezeknek a közösségeknek a jólétét. És ez azóta, mióta ez a vállalkozás elindult, nyilván ők is bővítették úgymond a portfóliót, és nem csak cipőkkel kereskednek, hanem tartanak képzéseket a helyi közösségekben, és támogatják őket különböző módokon, mint például a víz minőségének a javítása, a vízhez való hozzáférés, és mindezt teszik abból a bevételből, amit a cipő eladásunk más termékek eladásából gyűjtöttek be. És ezért társadalmi vállalkozás, mert minden bevétel, ami befolyt, azt társadalmi ügyekre, és nem osztalékra fordítják. Tehát ez egy ilyen önfenntartó rendszer. Aminek ez ez a... egy kézzelfoghatóbb. Kézefogható példa. Igen, igen. Federika, köszönöm szépen ezt a bemelegítést. Szerintem minden alapot lefektettünk ahhoz, hogy az interjútok érthető legyen. Hamarosan érkezik az én helyemre. Kalmár Anna, vele fog beszélni Federika, és a végén sem menjetek majd el, mert ezen a héten is kaptok házi feladatot, mindjárt folytatjuk. Szia Anna, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Fede! Örülök, hogy itt ülök veled! Nagyon akartam egy adást a társadalmi vállalkozások témájáról és hát kivást hívtam volna, mint kedves ismerősömet, barátnőmet, és hát ennek a területnek azt gondolom, hogy ma már a szakértőjét itt Magyarországon, révén, hogy a társadalmi vállalkozások koalíciójának is tagja vagy, ha jól tudom, de erre majd kitérünk egy kicsit később. Szóval egy kicsit messzebbről indítanám, mikor készültünk az adásra, akkor beszéltünk arról, beszéljünk a társadalmi fenntarthatóságról, mert azért elég sok témánk így ebben az évadban is inkább a környezeti fenntarthatóságra helyeztük a hangsúlyt, persze kitértünk sok társadalmi ügyre is, de hogy azért itt most főleg társadalmi témákról fogunk beszélni, és hogy igazából csak szerettem volna azzal indítani, megkérdezni, hogy, hogy neked szerinted mit jelent a társadalmi fenntarthatóság, és ez hogyan kapcsolódik így a társadalmi vállalkozásokhoz. Miért fontos erről beszélni, amikor fenntarthatóságról beszélünk? Nagyon örülök neki, hogy behozzátok ebben a évadban ezt a témát is még aktívabban, és még inkább egy középpontba helyezve, mert szerintem több szó kéne, hogy essen a társadalmi fenntarthatóságról, amikor úgy erről az egész nagyon szertágazó témakörről beszélünk. Én úgy szeretek erre gondolni, hogy a társadalmi fenntarthatóság igazából a, a fenntarthatóság emberekre, közösségekre, szervezetekre, hát a társadalomra vetített oldala. És hogyha mondjuk, nem tudom, valahogy úgy gondolunk a fenntarthatóságra, mint egy olyan fajta törekvésre, amiben a jelen generációknak az igényei úgy elégülnek ki, hogy a jövő generációnak az igényeit sem ö, csorbítjuk, akkor igazából az, hogy társadalmi fenntarthatóság, az valami olyasmi célkitűzés, hogy olyan közösségekben éljünk, olyan szervezeteket hozzunk létre, olyan rendszerekben, társadalmakban éljünk, amik hosszú távon fenntarthatóak, egészségesek, egyenlőek, igazságosak, és persze ez nagyon összefonódik a környezeti törekvésekkel is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire szétválasztható ez a két terület szerinted? Sem Szerintem ez a kettő az olyan rendszereket alkot, amiket elkezdhetnénk megpróbálni szétválasztani, de hát szerintem lehetetlen lenne. Ugye van ez a Wikid Problem nevű kifejezés, amit meg egyetemen a társadalmi innováció mesterszakon boncolgattunk mi nagyon sokat, ahol ugye az van, hogy a környezeti, társadalmi, gazdasági szempontok, meg érték, értékek, azok annyira egymásba vannak fonódva, hogy komplex és problémákat alkotnak, ezért olyan borzasztó nehéz megoldani őket. Tudsz esetleg így a tapasztalataidból olyan konkrét példát mondani, ahol megkerülhetetlen volt az, hogy ez a két terület összefonódjon? Tehát akár társadalmi ügy volt, amibe bekúszott a környezeti, vagy muszáj volt azt figyelembe venni, vagy egy környezeti ügy volt, amibe a társadalmi? Hát szerintem erről bárki tud példákat mondani, hogyha csak így körülnézünk saját magunk körül. Tehát akár az, hogy mondjuk az egyénnek a fenntarthatósági törekvései nem léteznek edukáció nélkül, hmm. hogyha erről nem tanulunk, akkor nem tudunk tenni a környezetünk érte, hogyha nincs oktatás, és ez nincs a fókuszban, akkor erről természetesen nem tanulunk, vagy hogy nem tudom, jól működő, egészséges zöld városok nem léteznek a lakóik nélkül, hmm. és ezek olyan sok sikonfonodnak szerintem össze, hogy egészen hosszan tudnánk, akár a 40 percünkben ezt is végig tudnánk boncolgatni. Szóval egy picit így a gazdasági síkra, az üzleti síkra átérjünk. Említettük hogy társadalmi vállalkozásokat. Mik azok a társadalmi vállalkozások, és miben különböznek igazán egy, egy általános vállalkozástól? Hát én a társadalmi vállalkozások koncepciójába kb. 23 éves koromban, a idealizmusom csúcsán szerettem bele ez a szerelem ez a mai a napig tart. Vagyok én is. Ugye? <gül> Igen. <gül> a szerelem a mai napig tart, meg az idealizmus is a mai napig tart, és nekem azt tetszett meg ebben a, ebben a koncepcióban, hogy a társadalmi vállalkozások igazából egyszerre tudnak gazdasági értéket teremteni, miközben társadalmi vagy környezeti értéket is, vagy társadalmi és környezeti értéket is teremtenek, tehát egyszerre van egyfajta misszió, egy ilyen küldetés, tudat egy társadalmi vállalkozás létezésében, de egy önállóságra, fenntarthatóságra, stratégiai működésre törekvés. És én elhatároztam, hogy hát én egy ilyen környezetben szeretnék dolgozni, ahol, ahol ez egyszerre meg tud valósulni. És mi van előbb általában? A misszió? Vagy van egy cég, ami pénzügyi alapon működik, és annak lesz aztán valamilyen társadalmi missziója? Hát ez szerintem egy skála igazából, szóval a társadalmi vállalkozás tekinti mondjuk a Social Enterprise World Forum azt a fajta szervezetet is, ahol mondjuk a Profit van elsődleges fókuszban, de mellette van egy nagyon erős, mondjuk társadalmi vagy környezeti küldetés. De társadalmi vállalkozásnak tekinthetjük azt is, hogyha mondjuk ez a misszió kontrollálja az egész szervezetnek a működését és a stratégiáját akkor, hogyha van egy bevételi láb, egy erős üzleti értékteremtési törekvés is. És akkor ez nagyon sokféleképpen kinézhet szerintem, nagyon sokfajta szervezetre mondjuk azt, hogy az egy társadalmi vállalkozás. Ebben egyébként még konszenzus sincs így a, a ezzel foglalkozó szakértőknek a területén. Sok szervezetre mondjuk azt, hogy társadalmi vállalkozás, és ezt itthon is elmondhatjuk, tehát hogy mennyire vannak jelen Magyarországon a társadalmi vállalkozások. Hogyha számot tudsz akár mondani, lehet, hogy nem, lehet, hogy ez nehéz kérdés, de hogy, hogy azért ez jelenség már, vagy, vagy így mit látsz az elmúlt hét évben, ez változott egyébként. Igen, szerintem egyre több önmagát társadalmi vállalkozásnak valló szervezet létezik Magyarországon is. Ezt azért nehéz megállapítani, mert ugye a társadalmi vállalkozás az Magyarországon most nem egy önálló jogi uh -huh. forma, tehát sokszor ezek a szervezetek vagy non-profit KFT uh -huh. keretei között működnek, vagy mint például majd beszélünk róla az joga is uh, alapítvány keretei között. Úgyhogy kicsit ilyen önbevallásos módszerrel uh -huh. működik ez most. Uh, szerintem biztos, hogy akár, tudom, nem tudok pontosan számot mondani, de mondjuk a társadalmi vállalkozások koalíciójában most olyan 30 tag körül uh -huh. vagyunk, viszont amikor csinálunk kérdőivet társadalmi vállalkozásoknak, akkor azt inkább olyan 50 vagy 100-ig uh -huh. számú társadalmi vállalkozót tölti ki, és hát ennél valószínűleg sokkal több társadalmi vállalkozás van, csak nincs egy ilyen közös platform, vagy egy olyan, vagy hát törekszünk rá, hogy legyen, de hogy, hogy nehéz összehozni ezeket a szervezeteket. Úgy tudom, van ez a B Corp nevű minősítés. Ők kizárólag társadalmi vállalkozásokat minősítenek? Mert ez egy ilyen jó forrás lehet azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, hogy azokat a cégeket megnézni az ő oldalukon. Igen, itthon, ami elterjedtebb, az a Social Enterprise World Forumnak a minősítési rendszere, ahol azokat a társadalmi vállalkozásokat keresik, akik Abszolút egy misszió alapján dolgoznak, viszont a bevételi lábuk erős, tehát mondjuk 50%-nál többet saját maguknak termelnek a működési költségeikből. És a többi az pedig mondjuk támogatásokból, pályázatokból, adományokból tevődik össze? Aha, Aha, pontosan, igen, igen. Az lehet színes, tehát többfajta, uh -huh. több lábon is állhat egy társadalmi vállalkozás, sőt, ez az egyik erőssége tud lenni ennek a konstrukciónak. Viszont az, hogy legyen saját értékesített terméke vagy szolgáltatása, az egy ilyen nagyon fontos elem abban, hogy kimondjuk, hogy akkor ő egy társadalmi vállalkozás. Ki tudsz esetleg emelni egy pár példát így magyarországi viszonylatban? Tehát kik a társadalmi vállalkozások, hol tudnak az emberek velük találkozni? Hát sokféleképpen tud ezt kinézni. Most, hogyha csak a társadalmi Magyarországi Koalíciójára gondolok, akkor ott például elég erős azoknak a szervezeteknek a Hangja, akik ilyen foglalkoztatási modellben dolgoznak. Ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk úgy értékesítenek egy, nem tudom, termékeket, hogy közben mondjuk megváltozott munkaképességűeket alkalmaznak, vagy olyan fiatalokat, akiknek nagyon nehéz elhelyezkedni a munkaerőpiacon, akár olyan régiókban működnek az országon belül, ahol mondjuk a foglalkoztatottság alacsony, és akkor sokszor találkozhatunk olyan manufaktúrákkal vagy szociális szövetkezetekkel, el, akiktől, hogyha lekvárt vásárolunk, vagy nem tudom, valamilyen szép ilyen kézműves terméket vásárolunk, akkor, csokit. vagy csokit vásárolunk, igen, akkor tudhatjuk, hogy azt mondjuk egy megváltozott munkaképességű mm. ember készítette el, de van, akik szolgáltatási modellben dolgoznak, tehát például, nem tudom, úgy üzemeltetnek közösségi irodát, hogy közben felkarolják és tanácsadást adnak a társadalmi vállalkozásoknak, például az Impact Hub, mm -hmm. ilyen, és akkor a, a mi modellünk, az adni ott pedig a lényeg valami és mi, hogy ugyanazt a szolgáltatást értékesítjük pénze, pénzért is, viszont elérhetővé tesszük mondjuk hátrányból induló nehézsorsú embereknek ingyenesen is. Mm -hmm. Nyugodtan mondhatsz egyébként példákat, hogy ha az emberek szeretnének akár konkrétan rákeresni ezekre a szervezetekre, akkor azt meg tudják tenni, hogyha, hogyha belefér. Jó, persze. A, például, hogyha a TVMK-nak, ennek a Társadalmi Vállalkozások Magyarországi Koalíciónak a websájtján e, körülnéznek a hallgatók, akkor már is találnak egy csomó példát. E, van például a, az Izlelő étterem, amit a Kék Madár Alapítvány működtet, itt megváltozott munkaképességű e, emberekkel dolgoznak együtt. Ugyanígy csoki manufaktúrája is van az alapítványnak, amit nagyon érdemes megnézni, de kiemelhetném a Sign Coders nevű vállalkozást például, ahol ahol halássérültek, IT szolgáltatásokat biztosítanak, és akkor természetesen vannak az olyan kezdeményezések, mint az adni joga, ahol pedig ugye cégeknek értékesítünk jogaórákat, és ebből visszaforgatva nehéz sorsú embereknek is tudunk tartani ingyenes foglalkozásokat. És mennyire nehéz szerinted ezeknek a vállalkozásoknak, és akár nektek érvényesülni a magyar piacon, mennyire nyitottak az emberek arra, amivel ti foglalkoztok, meg pénzügyileg mennyire nehéz lavírozni, tehát a pénzügyi fenntarthatóságot mennyire nehéz előteremteni nektek. Hát egyrészt ugye mondtam, hogy szerencsére egyre több társadalmi vállalkozás van Magyarországon, de nyilván ennek a koncepciónak az ismertsége, az még, még ilyen kezdeti fázisban van. Szóval egyrészt szerintem ezért is nehéz társadalmi vállalkozásnak lenni itthon, mert még maga a koncepció egy kicsit olyan ködös, vagy aki már ismeri, akár egy kicsit így összeolvad a, a fejekben a, a non-profit világgal, az alapítványi világgal, vagy pont, hogy ezzel a startupos, bizniszes irányjal, és elég attól nehéz. Függ, hogy hol helyezkedik el a spektrumon a, a vállalkozás. Pontosan, igen, és elég nehéz meghatározni, hogy akkor mi az, ami társadalmi vállalkozás, és, és mi nem. Üm, és én azt szoktam mondani az adni joga esetében, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha mi egyszerre próbálnánk egy for-profit vállalkozást, Üm. vagy hát egy fenntartható vállalkozást üzemeltet. Me. és egyszer egy alapítvány, meg mondjuk egy egyesületet, mert ugye emberekkel is dolgozunk. Úgyhogy ebben valahol a mi modellünkben ez a nehéz, hogy egyszerre törekszünk folyamatosan arra, hogy jobb hely legyen egy kicsit a világ, amiben élünk, meg a közösségek egészségesebbek legyenek, amikben mozgunk, és hát ugyanakkor legyen ez az egész önfenntartó, tehát nem is csak támogatásokból, pályázatokból működő, hanem tényleg a saját szabályaink szerint és a saját bevételeinkre támaszkodva működőképes tudjuk tenni és egyébként, hogyha egy nagy vállalat, vagy egy kis cég akár, aki most teljesen for profit alapon működik, mert a tevékenysége ezt hozza magával, meg így indították el, viszont akár mondjuk generációváltás van, vagy, vagy új vezetés van, hogy mit tanácsolnál nekik, mi az a egy dolog, vagy egy pár dolog, amit egy társadalmi vállalkozási működésből, így a társadalmi ügyeket, meg a fenntarthatóságot figyelembe véve, ők esetleg át tudnak így ültetni a működésünkbe. Anélkül, hogy mondjuk holnaptól társadalmi vállalkozás lenne, de hogy, hogy egy kis szemléletmód, vagy valami tanács, amit nekik adnál? Uh -huh. Ez egy nagyon jó kérdés. Uh, amit rögtön kiemelnék, az ez a küldetés alapú működés uh -huh. igazándiból, és hogy annak a küldetésnek legyen egy egyfajta világjobbító, uh -huh. vagy környezet szépítő vagy fenntarthatósági uh, aspektusa, mert hogy nyilván missziót, víziót minden szervezet fogalmaz meg magának, de ez nagyon sokszor. Egyébként sokszor érthető módon a gazdasági értékteremtésről uh -huh. szól. És hogyha mondjuk egy szervezet meg tud magának fogalmazni egy olyan küldetést, ami meg már arról szól, hogy és emellett hogyan tesszük mi a világot egy jobb helyé, és azt mondjuk tényleg ismerté tenni a munkavállalók körében is, tehát nem csak úgy elrakni a fiókba, hanem tényleg elővenni. A igen, elővenni, dolgozni rajta, közösen gondolkozni akár a munkavállalókkal ezen a küldetésen. Szerintem ez, ez már egy óriási lépés előre. De én egyébként magánembereknek is szoktam mondani, hogy szerintem az is nagyon szép ebben a társadalmi vállalkozási koncepcióban, hogy ezt nem is csak vállalkozásokra tudjuk alkalmazni. Szerintem egy ember is tud úgy működni, mint egy társadalmi vállalkozás hogyha neki is van egy küldetése, mm. és ez nem csak akkor tud megvalósulni, hogyha valaki egy alapítványnál dolgozik, vagy a non-profit világba átevez, mert tehát nagyon sokan ezt nem... Tehetjük, vagy tehetik meg. De hogyha mondjuk valaki akár egy nagy cégnél dolgozva hát. azt mondja, hogy hogy önkénteskedni fog, és hát. neki lesz egy küldetése, és mondjuk az, hogy nem tudom, egy hátrányos helyzetű régióban lejárjon gyerekeket matekra tanítani, neki az lesz a küldetése. Akkor ő ugye teremt egy gazdasági értéket, hiszen dolgozik a 40 órás szokásos állásában, és emellett teremt egy, egy, másfajta értéket is, tesz a társadalomért, úgy működik, mint egy társadalmi vállalkozás. Hát és akár utána az be tudja hozni a vállalatba is. Tehát, hogy sok ilyen példát hallottam, láttam így a környezetem, hogy valakinek volt egy szívügye, dolgozott egy nagy cégbe, és utána az be tudta vinni a cégbe. És ott is utána többen elkezdtek ezt csatlakozni, vagy a cég elkezdte támogatni ezt a szervezetet. Szóval, hogy nem szabad alábecsülni az egyénnek a, a hatását, meg a felelősségét. Ezt így nagyon kiszoktuk hangsúlyozni ebben Abszolút. az adásban. Abszolút, és én, én Egyébként abban hiszek, ami valami ilyesmiből tudna kialakulni, mint amit most elkezdtél boncolgatni, hogyha mondjuk társadalmi változásokat szeretnénk elérni, akkor azt már nem fogja tudni elérni csak egy non-profit szervezet, uh -huh. vagy csak egy társadalmi vállalkozás, vagy akár csak nem tudom, állami törekvés, csak céges, hanem egyfajta együttműködésben fog tudni ezt kialakulni, ami meg nyilván emberek által létrehozott együttműködés lesz. Kicsit térjünk át a ti konkrét példátokra, az adni jogára. Bevezetőben már röviden elmondtam, hogy mivel foglalkoztok, de egy kicsit kérlek, te is meséld el, akár onnan elkezdve, hogy ez honnan indult, és hogy mennyire változott bármi így az elmúlt hét évben. A missziótok azért nem, ha jól tudom, de, de hogy igen, hogy, hogy mi volt, mi a miért? Tehát, hogy te, te miért döntöttél úgy, hogy ezzel elkezdesz foglalkozni? Hát először egy kicsit mesélek arról, hogy hogy működünk, aztán válaszolok a többi kérdésedre is. Ugye mi olyan fajta társadalmi vállalkozás vagyunk, ahol, ahol mindennek a szívelelke az a társadalmi törekvés, ez a jótékonysági cél, ami nálunk az, hogy minél több hátrányból induló ember, sok esetben traumát átélt ember találjon eszközöket a saját mentális és fizikai egészségének a kiegyensúlyozására. És akkor amit a mi 20 fős csapatunk biztosítani tud most, az, az jogával és önismerettel, meditációval, relaxációval kapcsolatos eszközök. Ezeket visszük el minél több olyan csoportnak, akikhez másképpen nem biztos, hogy eljutna ez az eszköztár. És dolgozunk minden fajta csoporttal, tényleg menekültekkel, sérül gyermeket nevelő szülőkkel, párkapcsolati erőszakban érintett nőkkel, a legújabb csoportjaink például látássérültekkel indulnak, megváltozott munkaképességű fiatalokkal, és gyerekekkel is dolgozunk, tehát állami gondozásban lévő gyerekekkel, szegregátumban élő gyerekekkel, emberekkel is jogázunk együtt közösen, és azért, hogy ez hosszú távon is fenntartható legyen, és hogy ingyenesen tudjuk biztosítani ezeknek a csoportoknak a kikapcsolódást, azért vannak céges partnerségeink, ahol pedig általában mentális egészségprogramokat tartunk, rendszeres céges jogát tartunk, és így kvázi azok a cégek, akik tőlünk vásárolnak szolgáltatást, nem csak a munkavállalóknak vesznek egy kis pihenést, hanem a hátrányos helyzetű csoportoknak is, akikkel mi már eleve elkötelezetten dolgozunk. Kicsit ez a one for one modell, Pontosan. pont az intróban beszéltünk a Tom's Shoes-ról, és ez kicsit ez jutott eszembe erről, és ez arra lennék egyébként, hogy nyugodtan Manya cég cégpéldákat is, akikkel együtt dolgoztok, uh -huh. mint követendő példák, akik ilyen ügyek mellett elkötelezik magukat, de hogy mennyire volt nehéz meggyőzni idézőjelbe a cégeket az elején, hogy ne csak azt a szolgáltatást fizessék ki, amit ők kapnak, hanem ez az egy plusz egy, és hogy ezzel jót tesznek. Elsődlegesen megszólítanunk volt mm. nehéz cégeket, és manapság is nehéz ezt a fajta első kontaktust, mm. vagy ezt az első kontaktpontot megtalálni cégekkel, de az a tapasztalatunk, hogy amikor már megszületik ez a kapcsolódás, akkor, akkor nagyon nagy nyitottságot mm. tapasztalunk szerencsére. Szóval általában, mikor előadjuk az mi értékajánlatunkat, ami valahol ugye az, hogy egyszerre tudsz egy ilyen corporate social responsibility szempontból, pontot teljesíteni cégként, és a munkavállalói jól létért is tenni, akkor a szimpatikus szokott lenni, hiszen két egy uh -huh. csapásra, szóval innentől fogva már nyitottság van a cégekben, és hogyha mondjuk egy-egy programot meg tudunk valósítani, akkor sok olyan cég van, akikkel évek óta együtt tudunk tényleg működni. Például az egyik nagyon közeli, meg nagyon támogató partnerünk az a Richter, de újabban dolgozunk együtt például például a, a is, dolgozunk együtt az Accenture-rel, és akkor még sorolhatnám. Szerencsére rengeteg jó cég állt mellénk az elmúlt hat évben, mióta működik az adnióga Hát ezt örömmel hallom. Igen. És egy kicsit visszatérve a történetre, amit én jól ja. ismerek, de azért szerintem ezt nagyon fontos lenne megosztani a hallgatókkal, uh -huh. már csak azért is, mert ha valaki gondolkozik abban, hogy, hogy indítson egy társadalmi vállalkozást, vagy akár támogasson valamilyen formában társadalmi vállalkozást, jó tudni azt, hogy hogy indul el egy ilyen folyamat, és mert szerintem az, hogy hogy indul el, és a miért, az utána meghatározza a sikerességét. Tehát, hogy hmm. nálad elég erős ez a tudat, mert egy olyan élményből származik, ami meghatározó volt számodra. Igen, nálam ez abszolút élmény alapúan indult, és jól is álltak együtt a csillagok, mert hogy én egy önkéntes tapasztalat során, kezdtem el gondolkozni azon, hogy hogy, hogy működne a jóga és a társadalmi vállalkozások világának a, az egyvelege. Görögországban voltam éppen, és menekült, egy menekült táborban oktattam elsősorban gyerekeknek angolt, de addigra már jóga oktató voltam, Szimplán azért, hogy én a saját mentális, meg fizikai egészségemet egy kicsit helyrepofozzam, és hogy el tudjak mélyülni jobban ebben a világban. És, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy az önkéntesek körében mondták, hogy fú, hát, hogy van itt, nem tudom, egy 7-8 fiatal szír és afgán menekült nő, és kéne nekik valami fajta ilyen mozgással kapcsolatos foglalkozást vinni. Mondtam, hogy én jogaoktató vagyok, életemben nem tartottam egyetlen jogaórát sem, de hát próbáljuk végül is meg. És innentől fogva két hónapig jogáztunk együtt ezzel a csoporttal. Én azt tapasztaltam, hogy az elején ők, hát az elején nekik nagyon nehezükre esett akár behújni a szemüket, mm. akár lefeküdni a hátukra, Um, Elengedni magukat. Abszolút, tehát folyamatosan látszott, mondjuk próbáltam relaxációt behozni, és látszott, hogy, hogy minden ízmuk megfeszült. Tehát egy ilyen készeléti állapotban voltak gyakorlatilag folyamatosan, amit nyilván nem is csodáltam azok között, a körülmények között, a, amik őket így körülvették, és amiben éltek. És, és akkor így óráról-órára, hétről-hétre Kezdett ez, ez így látványosan lazulni. És a végére már mondták, hogy mozogjunk is, de legyen jó, hosszú a relaxáció, hogy ők tényleg tudjanak pihenni és ellazulni, és ők maguk mondták, hogy ők mennyire biztonságban érzik magukat, amikor itt vannak. Szóval nekem ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Nyilván saját magamon is tapasztaltam ezeket a jó hatásokat korábban, de látni azt, hogy aki éppen a traumája kellős közepén van, és egy, egy ilyen óriási krízis helyzetben él, nekik is mennyit tud segíteni az, hogyha megtanulják mondjuk akár a légzésüket kontrollálni, vagy hogyha megtanulnak mondjuk tudom, ellazulni, meditálni, relaxálni. És akkor úgy költöztem haza Görögországból, hogy, hogy én nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, Egyszerre ezzel párhuzamosan döntöttem úgy, hogy valahogy a társadalmi vállalkozások világában kell valamit csinálnom, és én igazából azért alakított vagy alapítottam társadalmi vállalkozást, mert felkerestem itthoni társadalmi vállalkozásokat, hogy hello, jönnék dolgozni, és igazából a legtöbb helyről azt kaptam vissza, hogy hát most nincsen arra forrás, uh -huh. nincsen keret arra, hogy egy kezdővel közösen indítsunk projektet és egyértelművé vált, hogy itt vagy én csinálok egy társadalmi vállalkozást, hogyha egy ilyen konstrukcióban szeretnék dolgozni, vagy pedig még hosszan-hosszan várok, hogy eljöjjön az életemben ez a lehetőség. Azért ez kellett bátorság, mert ez eléggé az ismeretlen beugrás, vagy egy ilyen Magyarországi viszonylatban, ahol hát hét éve még szerintem egyáltalán nem volt ez jellemző, ez a típusú gondolkodásmód, vagy hát mondjuk sokkal kevésbé. Jó, hát nekem volt mellett egy félállásom, tehát ez egy nagyon nagy kapaszkodó volt, hogy tudtam, hogy 20 órában egy mond mm -hmm. rendes mm -hmm. állásom van, amellett tudok próbálkozni. Volt egyébként egy ilyen zséter a fejemben, tehát, mm -hmm. hogyha semmi nem jön be, akkor hogyan fogom ezt az egészet egy ilyen aranyos kis Facebookos mozgalommá alakítani. Ezek mind jó tippek azoknak, akik esetleg ebbe gondolkoznak. Persze, szóval az, hogy hogyha ha úgymond minimalizálja az ember a rizikót, uh -huh. mondjuk egy ilyen, én ugye 24 éves voltam, amikor ebbe belefogtam, és nagyon sokat segített az, hogy úgy éreztem, hogy nem veszíthetek semmit. Szóval ugye pénz, pénzem nem volt nagyon, amit belerakjak, időt nyilván raktam bele egy csomó, de közben nagyon jól éreztem magam, szóval úgy voltam vele, hogy ha ez az egész nem sikerül, és mondjuk annyi lesz belőle, hogy jogaoktatók saját tényleg önerőből elmennek csoportokhoz ingyenesen jogaórákat tartani. Már akkor is tök jó, hogy ebbe az egészbe belekezdtem. És ugye nem ez lett, hanem az, hogy én elkezdtem járni a saját ilyen kedvenc jótékonysági szervezeteimhez, főleg menekültekkel foglalkoztam akkor is, és közben szóltam a barátaimnak, hogy jöjjenek fel a, a lakásomra, és nem tudom, jogázzunk együtt, adjanak valamennyi adományt, és én abból az adományból fogok majd jogamatracokat venni a jótékonysági gyakorlóknak. És hát ebből lett ez a, ez a mai modell, ami már nyilván nem a barátaimra alapszik, hanem, hanem együttműködő céges partnerekre, eh, ahol már lassan 19 jótékonysági csoporttal működünk együtt, 20 oktatóval. Szóval szép lassan így a hat év alatt felépült belőle egy úgymond igazi társadalmi vállalkozás. Most már mondtál számokat, de pont erre szerettem volna rákérdezni, mert a hatásmérés azért a társadalmi vállalkozások körében egy eléggé fontos téma. Jó lenne, ha máshol is egy ilyen fontos téma lenne, de hogy azon túl, amiket most említettél, ti foglalkoztok ezzel, hogy mérjétek a hatásodokat? Tehát, hogy hány emberhez értetek el, hány órát tartottatok cégeknél, vagy a jótékony szervezeteknél? Erről tudsz esetleg egy kicsit mesélni? Persze, és egyébként nagyon jó, hogy behozod ezt a témát, mert ugye emlegettem itt a Social Enterprise World Forumnak a a minősítési rendszerét, ahol milyen fontos, hogy a bevételi láberős legyen, és a misszió is erős legyen. És itt egyébként egy harmadik szempont az az, hogy akkor társadalmi vállalkozás egy szervezet, hogyha van hatásmérési uh -huh. törekvése. Szóval ez tényleg a, a definíciójában is nagyon központi a társadalmi vállalkozásoknak, és hát nálunk is már kezdetektől fogva elég. Fontos kérdés ez, hogy hogyan mérjük pontosnak társadalmi hatásunkat. Az első lépés az abszolút ez, amit te is mondasz, hogy lássuk, hogy hány gyakorló jár az óráinkra, um, hogyan térnek vissza mondjuk azt is, hogy hogy a különböző csoportjainkban hogy alakulnak ezek a számok, és akkor ebből látjuk, hogy az elmúlt évek során sikerült több mint 6300 jóga matracnyi helyet biztosítani uh -huh. ingyenesen hátrányból induló embereknek, több mint 1500 jóga óra keretei között, és akkor ez szuper, tehát hogy látjuk így a, a kvantitatív uh -huh. hatását a dolgoknak, de ö, egyre inkább felmerült egy pár évvel ezelőtt így az igény bennünk is, meg, meg a külvilág felé is egyre fontosabbá vált, hogy megmutassuk, hogy oké, okay, és mi történik ezekkel a gyakorlókkal a jogaórák során, vagy mit tud adni vagy utána, nekik a jogaórák között. között. És mit tud adni nekik a, a joga hosszú távon. Uh -huh és a Corvinus-szal egyébként összeállva, a Corvinus Science Shoppal összeállva kialakítottunk egy ilyen hatásmérési módszertant, ami először feltérképeztük, hogy milyen lehetséges hatások vannak így a, a mi jótékonysági kapcsán, és akkor kiválasztottunk egy párat, és ott kérdőíves, meg interjús méréseket csináltunk, és akkor abból például kijött, hogy nem tudom, a gyakorlóink 90%-a mondja azt, hogy az a feszültség, amit, amit, így fizikai, mentális, érzelmi szinten is érez, ez a jog Jogaórák során nagyon sokat tud javulni. Meg, hogy mondjuk a jogaórák között, tehát nem is csak abban a 60 percben, ameddig ő ott van velünk, azt érzi, hogy az érzelmi egyensúlya az, az javul. Ezt például több mint 70% mondta. És akkor már ez számunkra is egy visszaigazolás, hogy valamit jól csinálunk, vagy valahol esetleg még jobban lehetne ezt azt csinálni, akár tematizálni az órákat, vagy nem tudom, több önismereti lehetőséget biztosítani a gyakorlóknak, ezek az interjúkból például nagyon szépen ki tudnak jönni, és hát a külvilág felé is egyfajta kommunikációs elem, ahol azt tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon hogy fontos, hogy a mentális és fizikai egészség eszközei elérhetőek legyenek olyan emberek számára is, akik mondjuk nagyon nehéz élethelyzetekben élnek, hiszen akkor ők maguk tudnak fordítani egyet a, a sorsukon, és és tényleg tudom kicsit jobban a kezükbe venni azt, mm. hogy mi történik velük, és erről is beszámolnak egyébként a gyakorlóink, hogy olyan hatásokat tapasztalnak, amik egy kicsit így az egyénen túlmutatnak, tehát mm. például a családjaikon belül meg tud változni a saját szerepük, vagy a munkaerőpiacon úgy érzik, hogy hogy önbizalom dúsabbak, mm. és, és nem tudom, jobban tudnak koncentrálni a munkahelyükön, stb. Ezek azért nagyon megerősítő visszajelzések most biztos sokan azt gondolják, hogy így beszélgetünk, hogy jó, ez így nagyon szép, meg jó, de hogy azért, de hogy, hogy jön ki a matek? <laughs> Tehát, hogy azért ez egy szerintem kevés ember mer így gondolkodni, mert azt gondolja, hogy ez nagyon nehéz pénzügyileg egy ilyen ö, fajta gondolkodásmódot egy vállalkozás formájában megvalósítani. És igazából arra lennék kíváncsi, és biztos sokakat érdekel az, hogy mi, mik, mik a legnagyobb kihívásai, akár az adni jogának egészen konkrétan, amik lehet, hogy összefüggnek azzal, hogy mik a legnagyobb kihívásai ma a Magyarországon a társadalmi vállalkozásoknak. Hát mindenképp nagy kihívás, ugye ez a fajta soklábúság, vagy hát ez a a sok lában állás valahol előny is, de leginkább uh -huh. kihívás. Tehát az, hogy egyszerre kell mondjuk odafigyelnünk arra, hogy elég céges partner támogassa a mi missziónkat, hogy az a, fajta, hogy az a szolgáltatás, amit a cégeknek nyújtunk, az tényleg százszerzalékos legyen, uh -huh. és nagyon minőségi legyen, miközben ugyanazt a minőséget szeretnénk hozni az ingyenesen megtartott uh -huh. jogaóráink keretei között is, természetesen. És hát mindezt egy közösség hozza létre. Tehát az, hogy az, az a közösség, az egy, nem tudom, tehát hogy, hogy tudatosan kezeljük azt, hogy mi motiválja ezt a közösséget, hogy tényleg ott legyen bennük az összetartozás érzés, a küldetés, tudat. Tehát, hogy ezek egyszerre teljesüljenek, ez egy folyamatos ilyen egyensúly keresés, vagy egy egyensúlyra törekvés. És hát amikor mondjuk azt látjuk, hogy mint ahogy tavaly is volt, hogy mondjuk a költségeinknek a 70-80%-át fogja tudni fedezni a saját uh -huh. bevételünk, tehát a cégektől kapott bevétel, akkor pedig ott van az az ilyen, akár helyzetnek is megélhető pillanat, hogy honnan lesz a maradék uh -huh. 20-30%, és akkor elkezdünk pályázatokat uh -huh. keresni, akkor betervezzük, hogy mondjuk milyen céges partnerekkel tudnánk akár valami valamifajta stratégiai partnerségre lépni ahol mondjuk ők egy CSR kampány keretei között támogatnak minket, és ennek, ahogyan szerintem hallatszik is, van egyfajta bizonytalansága, tehát uh -huh. egy olyan csapatot kell összerakni, akik nagyon bizonytalanság tűrőek uh -huh. és Reziliensek. És reziliensek, pontosan, igen, és mondjuk, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogyan elterveztük, akkor azt nem veszik magukra, és mondjuk nem a motivációjuk csökken, hanem pont, hogy akár nő a motivációjuk a tudatuk által, és azt tudják mondani, hogy akkor még erősebben megpróbáljuk a helyet, hogy a kedvünket szegni ez a helyzet. És hát mivel azt is kimondtuk, hogy a társadalmi vállalkozások, mint koncepció azért még gyerekcipőben jár sok szempontból Magyarországon, nem az van, hogy szuper könnyű mondjuk olyan munkaerőt találni, aki tapasztalt ebben a témában, hanem azért ki kell tapasztalni az első hónapokban, amikor egy társadalmi vállalkozáshoz csatlakozik egy, egy új ember, hogy milyen is ez a világ, hogy hogyan kell egyszer a non-profit szférában, a és igen, és a for profit szférában is helytállni. Úgyhogy emberi szinten is azt mondanám, hogy jár nehézségekkel, és, és szervezeti szinten is. És mindemellett azért hozzátenném, hogy az, hogy ez a több lábonállás, ez milyen fajta változatosságot hoz a hétköznapokban, hogy ez a küldetés tudat, ez, ez egy milyen erős, belső motivációt tud hozni, mm. és, egy ilyen, és egy ilyen bizonyosságot, azt meg szerintem nem nagyon lehet másfajta konstrukcióban megtalálni. Abból tudtok meríteni. Igen, igen. És mi segítene egyébként, tehát, hogy akár így rendszer szinten, vagy az emberek hozzáállása, a cégek hozzáállása szintjén, ahhoz, hogy hogy mondjuk az a 20-30% az így, ami hiányzik a budgetből, az nem erüljön föl a év közepén, végén, hogy hogy hiányzik vagy akár más társadalmi vállalkozásoknak szerinted mi segítene? Hát szerintem ezt sokféleképpen meg lehet fogni, természetesen, hogyha mondjuk lenne, nem tudom, nagy cégeknél egy olyan szempont a beszerzésen, hogy most próbáljunk meg úgy uh -huh. szolgáltatásokat behozni, vagy te termékeket behozni a cégünkbe, hogy annak legyen egyfajta ilyen társadalmi vállalkozási eleme. Tehát mondjuk, nem tudom, elindulunk egy ilyen tenderen, és mondjuk azt mondaná egy cég, hogy oké, okay, itt van nem tudom, három fajta szolgáltatás, uh -huh. de ez egy társadalmi vállalkozás, és ez valami fajta értékesítés, akiket is teremt a világban, akár környezetit, akár társadalmit, akkor őket választjuk. Ez már például egy, egy óriási előrelépés De lenne. Most, hát ha az ESG-vel egy picit javul, hát, ha mert azért minden vannak minden. elvárások ugye, a társadalmi dimenzióban is. Igen, abszolút, úgyhogy vannak ilyen pozitív tendenciák. A másik pedig az, hogy ugye nehéz az, hogy nincs ez így kimond, vagy egészen pontosan mi az, hogy társadalmi vállalkozás Magyarországon, uh -huh. hogy nincs egy ilyen jogi forma például, vagy akár egy elfogadott minősítési rendszer, uh -huh. mert hogyha lenne, akkor lehet, hogy lehetnének valami fajta támogatási konstrukció kifejezetten a társadalmi uh -huh. vállalkozásoknak, vagy nem tudom, akár valami adókedvezmények, most Aha. tényleg csak így. Idealizáltam, mondok ilyen álomszerű dolgokat, nyilván ezekkel is tudnánk a költségeinket csökkenteni, és akkor így nem egyszerre kéne mindenben is helytállni, hanem mondjuk nagyon kézefogható előnyeink is lehetnének uh -huh. abból, hogy társadalmi vállalkozási konstrukcióban működünk, ahogy egyébként külföldön egyre több példa mutatja. Hogy... Hát meg itthon is van szerintem erre jó gyakorlat, mert ugye ha valaki megváltozott munkaképességüket alkalmaz, akkor elég jelentős adókedvezményeket tud kérni. Tehát az, ez, ez egy jó példa szerintem, ami nem azért van, mert hogy társadalmi vállalkozások ezek a szervezetek, hanem ez már egy régóta, régre visszanyúló rendelet vagy szabályozás, és szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Igen, csak ugye az csak egyfajta társadalmi vállalkozás, Igen. ahol ahol a foglalkoztatási modell érvényesül, és még annyiféleképpen ki tud nézni uh -huh. egy társadalmi vállalkozás. Sokszor például, akik nem tudom, non-profit KFT-ként működnek, mert hát csak úgy tudnak működni, hogyha. Értékesítenek mondjuk egy olyan szolgáltatást vagy, ér, vagy terméket, ami más, mint az alaptevékenységük, kiszorulnak pályázatokból, uh -huh. kiszorulnak támogatásokból, hiszen ők nem egy tradicionális nonprofit, és akkor ez ugyanúgy a másik. Te nem a alapítvány is vagy egyesület, és igen. akkor nonprofit KFT-ként nem tudnak pályázni? Vannak olyan pályázatok, ahol nem, igen. Uh -huh. Vagy van, nem tudom, akár a másik oldalon olyan is, hogy mondjuk csak egy közhasznú alapítvány tud egy pályázatra igen. benyújtani jelentkezést, hogyha valaki tudom, nem a közhasznúságot, vagy az ilyen tradicionális alapítvány értékeket erősíti a szervezetén belül, akkor például elesik ettől a finanszírozási forrástól. Úgyhogy igen, tehát vannak ezek, itt ilyen nehézségek. És ezeken dolgoztuk egyébként a koalícióval is, vagy a, annak más a funkciója? Mert picit érintettük már, de hogy szerintem jó lenne egy kicsit kiemelni, hogy, 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 ott mit csináltok, és mi a célja ennek a koalíciónak. Igen, a, hát a társadalmi vállalkozások Magyarországi Koalíciójának igazából az elsődleges célja az egyfajta érdekképviselet, tehát hogy, hogy a tagok, akik maguk is, mint társadalmi vállalkozások, tudják kimondani azt, hogy Mit szeretnének a társadalmi vállalkozások, hogy mi változzon Magyarországon, hogyan uh, hogyan tudjon ez az, ez az egész szféra fejlődni és erősödni. És ebben van ilyenfajta lobby tevékenység uh -huh. is, de van mondjuk közösségépítő, jó gyakorlatokat cserélő uh, erő, de és, és vannak benne mondjuk rendezvények, ahol népszerűsítjük azt, hogy mi az, hogy társadalmi vállalkozás, szóval ott is összetett a, a cél, uh -huh. de valahol az egésznek az alapja az az, hogy most már egyre többen vagyunk társadalmi vállalkozások, Legyünk mi azok, akik elmondjuk, hogy mire lenne szükségünk. Uh -huh. Ez nagyon szuper. És hogyha valaki gondolkodik abban, hogy indítson egy ilyen vállalkozást, hát ha van ilyen hallgatónk, vagy hát ha lesz majd valamikor a közeljövőben, és van egy szívügye, ami, ami érez egy ilyen belső motivációt, hogy szeretne ezzel aktívabban foglalkozni, nem csak mondjuk hétvégente jótékony önkéntes munkát végezni. Mit tanácsolnál neki, hogy, hogy induljon el ezen az úton? Már az előbb egy picit ezt érintettük, de uh -huh. ki tudná emelni egy-két dolgot, az szuper lenne. Hát én mindenképpen azt, hogy kezdje el kicsiben. Uh -huh. Legalábbis nekem az segített, hogy azt éreztem, hogy, hogy csinálhatom ezt a szabadidőmben is. Nem kell mindent felraknom erre az egy döntésre és Ez hogyha, a kockázat minimalizálás. Igen, és hogyha elkezdte kicsiben, akkor minél hamarabb gyűjtsön maga köré embereket, uh -huh. mert egyedül, az elején én ugye egyedül kezdtem kiépíteni ezt a társadalmi vállalkozást, hát akkor a sikerek is nagyon... Sok boldogságot hoztak, de a mélypontok azok hát nehéz azok. És egyedül szerintem sokkal inkább abba hagyja az ember, vagy sokkal inkább azt mondja, hogy ez egyszerűen túl nehéz. Ha pedig ott van körülötted egy csapat, akkor ők visznek előre, húznak fölfelé, közös bennetek a motiváció, úgyhogy minél hamarabb, akkor is, hogyha ez önkéntes alapon történik, uh -huh. gyűjtsön az maga köré csapatot, akiben ott van ez a fajta törekvés. Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert több adásban is felmerült ez a fogalom, hogy közösségi cselekvés és akár mondjuk így a klímaváltozással kapcsolatban is, amikor az ember így elveszve érzi magát, akkor az egyik adásban, sőt több adásban is ez, ez, volt így a konklúzió, hogy, hogy emberek egy közösségbe verüljenek össze, és úgy próbáljanak valamit tenni. Úgyhogy ez ugyanúgy igaz a társadalmi dimenzióra is. Igen, és vissza is értünk szerintem a társadalmi fenntarthatóság uh -huh. koncepciójához, és ahhoz, amit az elején is mondtuk, uh -huh. hogy akár a környezetért való, vagy meg a fenntartható, vagy környezeti fenntarthatóságért való cselekedetek, és az azért tett, vagy az abba belefektetett munka is úgy tud megvalósulni, hogyha a társadalmi szempontokat, a közösségnek a szempontjait is szem előtt tartjuk. És még egy kicsit a mindennapok szintjére lehozzuk a hallgatóknak ezt, a, ezt, az egész gondolkodásmódot, mert szerintem ez leginkább egy ilyen szemléletmód, meg egy ilyen hitvallás, hogyha akár valaki nem, nem csak akkor, hogyha társadalmi vállalkozó, hanem hogyha szeretné ezt egy picit így a saját magánéletébe is behozni. Um, említetted, amikor készültünk az adásra ezt a buy social koncepciót, de hogy mik azok a dolgok, amiket ezen túl, akár ezt kifejtve, és még más példákat is hozva, egy, egy lelkes laikus tud tenni azért, hogy így éljen, egy kicsit társadalmilag fenntarthatóbban, kicsit felelősebben társadalmi szempontból. Uh -huh. Igen, hát ez a buy social koncepció ugye a segítővásárlásnak szoktuk magyarul uh, hívni, itt uh, igazából egy olyan fajta törekvésről van szó, hogyha vásárolunk valamit, hogyha a, tényleg legyen az bármifajta termék, vagy egy szolgáltatást veszünk igénybe, akkor legyen az egy szempont, vagy például az adni jogánál a céges partnereknél is mm -hmm. egy szempont, hogy, hogy milyen értéket teremt az a bizonyos termék vagy szolgáltatás a világban. Tehát például kisvállalkozóktól vegyünk dolgokat, vagy még jobb ha társadalmi vállalkozásoktól veszünk dolgokat, hogyha, tehát például nekem van egy olyan barátom, aki, hogyha a karácsonyi ajándékot vesz, ő azt mondja, hogy ő csak társadalmi vállalkozásoktól fog karácsonyi ajándékot venni a családjának, és akkor nem egy, nem tudom, olyan szarvasgombás pesztót vesz, amit meg lehet venni a spárban, hanem kifejezetten megnézi, hogy milyen olyan nem tudom, szociális szövetkezetek uh -huh. vannak, akik, akik termékeket gyártanak, és akkor tőlük vásárol be karácsonyra. Ez most csak egy példa. De én például is az... ilyen ajándékot kaptam tőled karácsonyra. Igen, de pedig most nem magamról beszéltem, hanem tényleg egy barátomról. Szóval, szóval ez is egy szempont tud. Hát és így is hatsz a másikra lemmény. egyébként. Tehát, hogy én például nem ismertem azt a szervezetet, aki azt a csatnit készítette, de, de ez egy nagyon jó dolog, mert az ajándék ott is megismeri, és ő is aztán ezt a gondolkodásmódot tovább tudja vinni. Igen, tehát ezek ilyen, mondhatjuk azt, hogy apró ígéretek, amiket tesz magának az ember, amivel egy kicsit társadalmilag és környezetileg is fenntarthatóbb lesz a hétköznapokban. És akkor emellett a, szerintem az önkénteskedés, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés tud lenni, akkor is, hogyha az egy alkalmi önkénteskedés, nem egy ilyen rendszeres dolog, mert tudom, hogy nehéz a hétköznapokba beilleszteni ezeket a dolgokat, viszont hogyha már mondjuk tényleg megfogalmaz megfogalmazunk magunknak egyfajta változást, amit látni szeretnénk a világban, és mondjuk ez nem csak környezeti aspektusban, hanem társadalmi aspektusban is magunk elé tűzzük, akkor, akkor, biztos, hogy könnyebb lesz olyan önkéntes lehetőségeket találni, ahol e felé tudunk haladni, és ezért tudunk tenni. Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok az adni jogának. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, ne menjetek messzire, ugyanis érkezünk a házi feladattal hamarosan. Ha szeretnétek elmélyülni a társadalmi vállalkozások témájában, nyugodtan írjatok nekünk kérdéseket kommentben. Ezen kívül pedig házi feladatként ajánlom az Asoka nevű szervezetet, akik társadalmi vállalkozókat támogatnak világszerte, így Magyarországon is. Mindenképpen látogassatok el a honlapjukra, ez belinkeljük majd az adás leírásába, és ne felejtsétek el kitölteni a hallgatói kérdőívet, nagyon várjuk a visszajelzéseiteket ezzel az évaddal kapcsolatban. Találkozunk két hét múlva az évad utolsó adásában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatta.